A párunk épp az az ember, aki bennünk tükrözi a gyerekkorunknak a legnehezebb részeit. Ezért választjuk őket, mert itt keressük a szeretetet. Tehát kitakartak, még akkor is, hogyha egy szülőnk bántók voltak, nem minden esetben. Bántalmazók. De bántalmazók voltak. Kinek a szeretetét akartuk leginkább? Hát az övéken. De ami azt is jelenti, hogy a pár, hogyha mindenképpen készek rá, akkor egymással kapcsolatban és mint szövetségesek tudják dolgozni a gyerekkori bajaikat. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégem dr. Máté Gábor, a világhírű magyar származású Kanadában élő traumakutató pszichiáter, jócskán megelőzte a korát, amikor úgy 30 évvel ezelőtt a trauma természetével és hosszú távú hatásaival kezdett foglalkozni. Mára azonban beérett a munkája, tegnap mutatták be az 5. magyar nyelven megjelent könyvét, és a közönség hosszú percekig tapsolt neki, úgy fogadta, mint egy rockstárt. Csak néhány napra jött Magyarországra, ebből bő egy órát ránk szán, és én ennek nagyon örülök, mert már nagyon vártam, hogy beszélgessek vele. Szia! Helyezkedj el, és akkor autózunk egyet. Jó. Hova megyünk? Hova megyünk? A következő fellépésedre. Ja, igen? Aha, igen. De az 45 percig fog tartani? Hát úgy nagyjából 3-4 órát beszélgetünk. Igen, de itt van, majd megyünk egy nagy kört. Azt kérdem, hogy milyen kört teszünk? Egy nagy kört teszünk, de ne foglalkozz azzal, hogy merre megyünk, csak beszélgessünk, jó? Jó. Jó, valami nem kényelmes, akkor szólj. Gratulálok a könyvbemutatóhoz. Én online néztem. Igen. És azt láttam, hogy úgy fogadtak téged, mint egy rockstárt. Igen. Hújogatás, vastag, mint helyes, tudod? Ja, igen? Hozzá lehet ehhez szokni, ez a hangos sikerhez? Ez így megy már a világszerte, igen. És szereted? Hát, bánni nem bánom, mert az azt jelenti, hogy a munkámat az emberek örömmel és hálával fogadják, tudod? Személyesen nem hiszem a sok dicsőítést, de amit a munkámat jelenti, az annak nagyon örülök. Uh-huh. Mert hogy, ugye nagyon érdekes az, hogy hogy lehet elválasztani azt, hogy ez a munkának szól, vagy neked szól. Hogy lehet azt megoldani, hogy az embernek ne a realitás érzéke ne vesszen el közben, a siker közben. Szerencsére van a feleségem, aki emlékeztet, hogy milyen haladó ember vagyok. De ezen kívül az emberek felismernek a szavaimba, vagy a modoromba valamiféle igazságot, amik saját magukba keresnek, és azt hiszik, hogy bennem látják, pedig saját magukat látják. Olyan vagy, mint egy tükör? Mint egy tükör, és tehát nem veszem olyan személyesen, de nézd, elismerem, hogy megtettem bizonyos fajta munkát saját magamon, világnézetemen, ami jelent valamit az embereknek, de általában az nem személyes, ez inkább másoknak a projekt, mások projektálják rám azt az igazságot, amit saját magunkba keresik. Így értem legalábbis. De valahogy szükségünk van ilyen emberekre, nem? Akikben látjuk magunkat. Ez segít? Ja, az emberek nagyon homályosan látják saját magukat, mert gyerekek óta szülők nem látták őket, tehát ők se látták saját magukat. Tehát, hogy valaki sikeresen tükrözik valamiféle valóságot, azt hálával és örömmel fogadják. De... belekapaszkodnak szinte, nem? Ja. De esetleg elküldik azt a hibát, hogy a másikból látják azt az igazságot, ami tulajdonképpen saját magukban van. És innen jön mondjuk ennek a sztár mitusza, tudod? Uh-huh. Az új könyvedet, a Normális vagy című könyvet, hogy traumák, betegségek és gyógyulás sok a mérgező világunkban, ez a teljes cím. Yeah. Ugye a családodnak ajánlod,
Igen. Elsősorban a feleségednek, Reinek, és igen. Nekem nagyon tetszik ez a szöveg, amit írtál bele, hogy nem fogom tudni pontosan idézni, de hogy azért, mert már akkor is látott, amikor te még nem láttad magad, és akkor is szeretett tetőtől talpig, amikor te még erre nem voltál képes. Egy is volt. Beszélgessünk egy kicsit erről a kapcsolatról, ha nem bánod. Tessék? Beszélgessünk egy kicsit erről a kapcsolatról, róla is rólad. Ja, ja, mert nézd. Nagyon sokat köszönhetsz ennek, és én azt képzelem, hogy ő is neked. Tehát ez kölcsönös volt, nem? Kölcsönös. De ebben a világban a férfiak és a nők között a viszony nem egészen egyensúlyos. Inkább a nők vallják meg azt a feladatot, hogy a férfinek a homályságát vagy sűzűségét kitisztítják. Uh-huh. Ré mondta már, hogy első pillanattól, amikor velem találkozott már 55 évvel ezelőtt, látta benne a sok világfényt, a világságot, de a sűrűségét is látta. És ő úgy képzelte, hogy az ő feladata az, hogy ezt a sűrűséget feltisztítja, uh-huh. felvilágítja. Persze ez egy nagy munka, és egy nem mindig egy ilyen hálás munka, de ezt általában ők magukra veszik, és ezért szenvednek szerintem a nők többé, mint a férfiak. Miért van ez, hogy a nők veszik ezt magukra? Mitől van ez az egyensúlytalanság? Miért? Mert ebben a társadalomban ez a feladat, hogy a másiknak az érzelmi életét, felelősséget vállaljanak, ez a nőkre esik. Nem azért, mert ez így természetesen, hanem azért, ez a társadalom így diktálja, hogy így neveli a nőket gyerekkor óta, hogy ők felelősek mindenre. Szerintem. És persze a nők még közelebb vannak a testükhöz és az érzelmeikhez, tehát bizonyos szempontból tisztában látják a dolgokat. De ebbe a tiszta látásba elveszik saját magukat, még inkább a másoknak a javával törődnek, mint a saját magukra. Nagyon érdekes, mert hogy ez szinte visszhangzik az, amit írsz a Normális vagy című könyvben is, hogy ez nagyon sok betegségünknek a forrása. Szerintem igen. Mikor van az a nagy orvosi rejtély, hogy miért van az, hogy az autoimmun betegségnek például 78% a nőket érinti. Hát éppen ezért, mert szerintem az autoimmun betegség éppen az elfogytásból ered, a saját magának az érzelmi életét lenyomásáról szól. És ezt a feladatot főleg a nők vállalják. Uh-huh. Adok egy példányt, például a könyvben a szívoperáció után a nők általában nem olyan gyógyulnak, mint a férfiak. Kanadában volt egy ilyen tanulmány, kiderült, hogy mikor egy férfi egy ilyen open heart surgery, nyílt szív műtét után hazamegy, ott van egy nő, aki őt ellátja. Mikor a nő hazamegy, úgy tudom, a műtét után ő szintén megint felveszi a szolgálatot. A szolgás szerepét. Igen. Ezért nem javonok olyan jól. Aha. Na de hát akkor ez valami olyasmi, amit most már kutatások bizonyítanak. Yeah. Kutatások rámutatnak ezekre a dolgokra. A statisztikák visszaigazolják. Miért tudunk mégis ilyen nehezen ezen változtatni? Mert ahogy angolul mondják, egy patriarkális világban élünk, ahol a hatalom nem egyensúlyban van megosztozva, és nem az, hogy minden férfi olyan hatalmas, de általában egy ilyen férfi szempontból alakott világban élünk, és a legtöbb vezető politikus például stb. Férfiak, és ez a világ így kívánja, és így követeli. Az nagyon érdekes, hogy ugye írod a könyvben is, hogy évtizedek óta, a 30-as, 40-es évek óta rendelkezésünkre állnak olyan tanulmányok, kutatások, amelyek azt mondják, hogy a testet nem szabadna elválasztani az elmétől, a pszichétől. Persze. És úgy kellene gyógyítani, hogy mind a kettőt egyszerre gyógyítjuk. Yeah. Ez a több munkádban és több könyvedben is előjön, Weiss Soma munkássága, Seje János munkássága, rendelkezésre állnak ezek a kutatások, yeah. És láthatólag téged is nagyon frusztrál, hogy ezzel nem épülnek be az orvosi gyakorlatba ezek a tudások. És nem csak az utolsó évtizedek óta, hanem még több mint 100 évvel ezelőtt is
voltak ezek a belátások. Mm. A tudám én nem volt, de a belátások megvoltak. Például a Jean-Martin Charcot, aki a szklerózis multiplexet először leírta, ő már 19. században mondta, hogy ez a betegség abban a szinagógában volt a nagybátyám, a főkántor. Mm, itt vagyunk ugye a Dohány utcánál, igen. A 40-es években. Mm. Manó, Weissmann volt a neve. Ő már bemondta 1865-60-ban, hogy ez a betegség stressz és frusztráció okozta. Akkor még nem volt meg a tudomány, most megvan a tudomány, de még most se fogadják az orvosok. Nézd, valahol errefelé van a Rókus kórház, ahol nagynéném annak idén szemorvos volt. A Rókus kórházon kívül áll a Semmelweis Ignácnak a szobora, aki felfedezte, hogy az orvosok megmossák a kezüket, akkor kevesebb a női láz és halál a gyerek szülés után. De kiüldözték az orvostamból, mert ezt az egyszer, mert akkor még a mikrobokat még nem fedezték fel. Még nem is értették, hogy miről van szó. De egy teljesen igaza volt. Tehát az orvosi, ugye a medical profession, nagyon egy... Szakma. A szakma nagyon konzervatív szakma, nagyon nehezen jönnek rá az új valóságokra. Hogyha ezek a valóságok valahogy kihívják az ő elfogadott eszméket, tehát nagyon nehéz az orvostant megreformálni, még annak dacára, a tudomány dacára is, tehát az én kritikám a szakmámmal szemben nem az, hogy túl tudományos vagyunk, hanem mondjuk elég tudományos. Tehát csak ahhoz a tudományhoz figyelünk hozzá, ami támogatja a mi hitünket, ami kihívást okoz, azt nem akarjuk nézni. Sajnos, ez így van. Hogyha az orvostan azt mondaná, hogy ezt nem tudom, akkor még jó lenne. De nem azt mondja, nem tudom, azt mondja, hogy nem csak, hogy nem tudunk, hanem is tudható. Aha. Tehát nem nézik meg azt a bizonyítékot, amik azt mondják, hogy mégis megtudhatnánk, ha megnéznénk a bizonyítékot, ha megnéznénk a tudományt. A 38-ban Weissmann mondtam már Harvardon, hogy a betegségeknek a kezdeményezéséből legalább olyan nagy szerepet játszanak az érzelmi tényezők, mint a fizikaiak, és a kezelésben is így kellene lenni. Ezt 38-ban megmondta, ez a előadása meg is jelent in the Journal of the American Medical Association, az amerikai orvosi szervezetnek a lapjába. 80 éve később Harvardon, ezt még mindig nem tanítják. Ami fantasztikus, szerintem. Fantasztikus és elkeserítő. Annak dacára, hogy a Semmelweis emlékére minden évben tartanak egy kutatónapot, olyan híres és olyan elismert volt, de a dolgunknak a legfontosabb részét, amit mondott, azt nem tanítják. Tabusítják. Igen, tabusítják teljesen. Nagyon érdekes, hogy ezt a könyvet a fiad, a legnagyobb gyermekeddel, Dániellel együtt írtátok. Yeah. És ugye nektek három gyereketek van, yeah. Hanna pszichológus, Áron újságíró, yeah. Dániel viszont zenével foglalkozik. Yeah. Tehát, hogy ha belegondolok, akkor egy pszichológiai témájú könyvet miért nem a pszichológus lányoddal, vagy az újságíró fiaddal írtad, miért éppen Dániellel? Az a helyzet, hogy a mi családunkban minden három gyerek szenvedett annyira, hogy tulajdonképpen pszichológusnak kellett lenni, hogy megértsék saját magukat. Aha. És a szüleiket. Uh-huh. És a Dániel nem csak egy zenész, hanem egy dalíró is. Tehát nagyon szövegíró, igen. Nagyon kiváló szavakkal, sőt, állítom, hogy jobb a szavakkal, mint én. Tehát ő volt éppen az aki ki tudott nekem segíteni azzal, hogy a szavaimat étetőbbé vagy érdekesébbé teszi. Uh-huh. És egy jó közmunka volt. Jól dolgoztatok együtt? Jó volt a dinamikája? Nem mindig, mert persze feljöttek a gyerekkori fájdalmak is, mikor én ideges voltam, és akkor vele ideges voltam, mert nem miatt voltam ideges, az voltam ideges, mert féltem, hogy nem tudom megtenni ezt a könyvet, vagy hogy nem ment jól az írás, megakadtam esetleg, akkor ideges lettem,
persze az én idegességemre ő nagy fájdalom nem emlékszik gyerekkorában, mert akkor nagyon fájt neki. Tehát időnként fellabbant közöttünk a harcosság, vagy a vita, veszekedtetek? A konfliktus. Konfliktus, aha. De aztán megtanultuk, hogy egy közös célunk van, hogy ez a könyv megtörténjen, hogy megjelenjen, tehát kidolgoztuk, és végül is egy nagyon szép közmunka volt. És írunk egy könyvet megint együtt. Ja, igen, mert ez egy kétkönyves deal. Kétkönyves deal. Úgyhogy és ez nagyon izgalmas a második, amit mondtál tegnap a bemutatón, hogy hogy hogyan írjuk újra a kapcsolatunkat felnőttként a szüleinkkel. Ja. Amit gyakorlatilag ti elkezdtetek ezzel a közös munkával, nem? Az első könyvvel. Még a könyv előtt is, mert mi nyújtunk egy workshopot már évek óta. Hello again, a fresh start for adult children and parents. Tehát hello megint, vagy szerint. Hello újra. Hello újra. Egy új kezdet a felnőtt gyereknek és a szülőknek, ezt már évek óta tesszük, és most is New Yorkba fogjuk nyújtani október vége felé. Tehát ez lesz a következő könyvünk. Tehát sokat tanultunk e könyvírás alatt erről a témáról. De hogy erre mekkora szükség van, azt én is látom magam körül, hogy én 47 éves vagyok, és pont abban a korban vagyok, ami egyébként neked is fontos kor volt, hiszen akkor ekkor tájt kezdtél te úgy másképp nézni magadra is, befelé fordulni, nem? Meg a múltadat feldolgozni. És én azt veszem észre, hogy ez a korosztály, ez az életközepi korosztály, ez nagyon élénken elkezd ezzel fog. Ez egy jó időszak erre. Nézd, ezt a Dante írta először a Divine Comedy-ben, az Inferno első mondata azt, hogy a midway through life, tehát az életem közepén elvesztettem az utat. És egy sütét erdőbe találtam magamat, nem tudtam, hogy hol vesztettem el, de nem tudtam megtalálni megint a... És mit kell tenni a Dantének? Le kell menni a léleknek a mélyébe. Pokol mélyére kell. A pokol mélyére, hogy ezt meg kell látni, így csütjök, így tud csak aztán gyógyulni. Tehát ez egy nagyon gyakori emberi tapasztalat, hogy a középkorban rájövünk, hogy ez az élet, ez az irány, amiben megyünk, nem a helyes út. És nagyon sokszor a párkapcsolat létünk, meg a párkapcsolati konfliktusok mutatnak rá erre, nem? Tehát az a trigger. Ez miért van? Mit mond nekünk? Mi mindent tartalmaz az a párkapcsolat? Mert a párunk épp az az ember, aki bennünk tükrözi a gyerekkorunknak a legnehezebb részeit. Ezért válasszuk őket, mert itt keressük a szeretetet. Tehát kit akartak? Még akkor is, hogyha a szülők bántók voltak, nem minden esetben. Bántalmazók. De bántalmazók voltak. Kinek a szeretetét akartuk leginkább? Hát az övéken. Tehát amikor megismerjük a másba, nem tudatosan, nem tudat alatt, azt hiszik, hogy azért szeretjük a másikat, mert szép, vagy jóképű, vagy okos, vagy humoros, stb. Ami esetleg igaz, de a dolognak a tudat alattan része az, hogy felismerjük a másikba a gyerekkorunk homályosságát, sötétségét és bajait, és épp ott keressük a szeretetet. De ami azt is jelenti, hogy a pár, hogyha mindenketten készek rá, akkor egymással kapcsolatban és mint szövetségesek ki tudják dolgozni a gyerekkori bajaikat. De persze ez nagyon fájdalmas és nehéz folyamat. Hát ez történt gyakorlatilag veled és Ray-vel is, nem? Hiszen amikor talán a Wisdom of Trauma, vagyis a Trauma bölcsessége című dokumentumfilmben nyilatkozza ezt ő, vagy mondja ezt ő, hogy amit te is mondtál itt a beszélgetésünk elején, hogy amikor először ő meglátott téged, és nagyon érdekes, hogy ugye képzőművészként először lerajzolt téged, nem beszélgettetek, tehát előbb érzett, nem csak lerajzolt, karikatúrát készít. Karikatúrát készít, és meg is mutatja, egyébként nagyon jó. Akár ma is készülhetett volna ez a kép. Tényleg, tehát hogy ő meglátta benned, és ezt ő is mondja, a fényt és a sötétséget, és nagyon ismerős voltál neki, mert hogy az gyakorlatilag az apját választotta újra. Pontosan. Apja egy túlzott verzió a fiének. Az apja még lelkileg betege volt, mint én. De ugyanazok a témák. Ugyanazokat a témákat léptek fel. Írja újra.
az az érdekes, hogy én akkor nem láttam a rébölcsödétséget, én csak a világos, én csak a fényt láttam, tudod? Amikor találkoztatok? Ja. Rögtön láttam, hogy milyen bölcs és milyen élénk eleven valaki, de a depressziós részét nem láttam, mert csak később fedezte fel, és akkor fel voltam háborodva, hogy ez nem, ezt ígérted. Nem erről volt szó. Nem ezt vettem meg, mikor ezt a pakácsot megvettem. Mikor ezt a csomagot megvettem. Igen, na, szóval, de hogy ez egy nagyon ismerős érzés sokunknak, megint csak tükörként funkcionálsz itt, hogy hát én nem erre fizettem be. Tehát amikor az ember egy kapcsolat elején a fényt látja a másikban, vagy csak a másiknak a fényét látja, és az árnyékát nem, akkor az azért meglepetéssel hathat, és fájdalmas lehet, amikor a másikban is megmutatkozik az árnyék. És akkor máshogy keressük az elégtételt, akkor talán másra nézek, hogy majd valaki más megmutatja nekünk azt, amit a párok nem jött meg. Nézd, nem erre fizettem be, az igaz, a tudatos mi van, de a lelked ezt éppen erre fizetett be. Anélkül, hogy te tudtad volna. Mert nagy részben, amit teszünk, az tudat alatt történik. Amire ki akarok lyukadni, hogy mitől függ az, hogy képesek vagyunk-e ezt a közös munkát végigvinni, vagy feladjuk és ott hagyjuk a párunkat? Szerintem az attól függ, hogy mind a ketten képesek és hajlandók arra, hogy ezt komolyan veszik és ezzel a dolgokat kidolgozzák. Ha csak az egyik teszi a munkát, az nem elég. Sokszor, nem mindig, de sokszor az történik, hogy jönnek a gyerekek, és akkor a nőnek, az anyának nem meg kell érnie, és akkor a nő nagyon gyorsan felnő, de a férfi esetleg nem. Aha. És akkor a férfi még egy kisgyerek marad, és akkor a nőnek akkor megvan az a dilemmája, hogy most a kisgyerek után el tudok látni, vagy a nagygyerek. És hogyha a férfi nem hajlandó felnőni, akkor az bajba, akkor a házasság vagy a kapcsolat bajba kerül, és sokszor az történik, hogy akkor férfi talál egy fiatalabb nőt, aki még éretlenebb, mint egy új partner. Nem minden esetben így van, és nem szapolom a férfiket, de általában ebben a társadalomban sokszor így történik. Tehát a nők hamarabb érnek meg, mint a férfi. És általában... gyerekkortól így van. Szokták mondani, hogy a kislányok hamarabb érnek, mint a kislányok. Ja, és azért is legtöbb férfi fiatalabb nőt vesz feleségül, legalább 4-5 éve a rés közöttük is 4-5 év különbség van korban. Általában azért, mert a nő annyivel érettebb, mint a férfi. A ti poklotok mélyén mi volt? A mi volt? A ti poklotok ré és a te poklotok mélyén, mert ugye arról beszéltünk, hogy le kell menni a pokol mélyére, és hát ezt együtt csinálják a házaspárok, és közben külön-külön is. Ja. Hogy mi volt a te poklod mélyén, ha arra gondolsz, amikor a legrosszabbul voltál, vagy a legrosszabb dolgokkal kellett szembenézni? A legnehezebb dolog az volt az a hitem, hogy én nem is szabad léteznem. Aha. Vagy hogy minden az én hívám. És ezért mindig kompenzálni kell. És ez honnan ered? Honnan ered? Nézd, 6-7 éve ezelőtt részt vettem egy ilyen psilocybin, egy ilyen gomba. Ilyen pszichedelikus gomba. Eseményen, egy therapeutic session. Terápiás session. És én bevettem azt hiszem, ezt le is írom a könyvbe. Igen. Bevettem a gombát, és nem azt, hogy elvesztettem a jelenlétem, mert tudtam, hogy ki vagyok, hány éves vagyok, mi a nevem, hol vagyok, terapista session alatt vagyok, de ezzel szemben, emellett, mint egy egyéves gyerek tapasztaltam magamat. Mint egy éves. És a terapista az anyám volt. Annak tasszára, hogy tudtam, hogy most... Hogy hol vagy. Hol vagyok, és hogy mi történik. És én ránéztem a terapistára, mint az anyám, és elkezdtem sírni, folytak a könnyeim, és azt mondom neki, hogy bocsánat kérek, hogy milyen nehézét tettem az életedet. Tehát az én hibám volt, hogy az anyám nagyon sokat szenvedett egy éves koromban.
Mert az gyerek, a gyerek ezt így tapasztalja, hogyha az anya szenved, akkor a gyerek szenved, és akkor a gyerek azt hiszi, hogy ez az ő hibája. Tehát mondjuk ezzel kezdődött. Mert ugye azt sokszor mondod, és sokszor le is írtad a te, tehát ugye te babakorodnak a történetét. Ja. Hogy ugye ti hat, sőt, amikor 10 éve mi utoljára találkoztunk, és készítettem veled egy interjút, akkor is beszélgettünk erről, arról a bizonyos 6 hétről, amit te picike babaként külön kellett, hogy tölts itt. Ja. 45-ben? 44-ben? 45 elején. Bocsánat, kérek, 44 decemberétől 45 januárjáig. Na, tehát gyakorlatilag az első születésnapodat, azt a bizonyos 1 éves Gábor. Azt az anyám mondnék. Azt te a szüleid nélkül töltötted. Pontosan. Idegenekkel gyakorlatilag. Rokonoknál, de számodra, tehát nem az anyáddal. Tehát, nem, hogy, nem. Hogy nekem idegenek voltak. Egy alapvető hiányban. Ja. És hogy ezt a hiány, tehát hogy ez az egy rész. Másrészt meg az, hogy utána, tehát hogy ez az életed egyik nagy sebe. Ja. De hogy nem kell feltétlenül ahhoz holokauszt, meg ostrom, meg második világháború, ja, hogy ilyen sebeket szerezzünk, hiszen a másik nagy sebed az, hogy utána, és erről is beszélgettünk már, hogy utána azok a szülők, akik túlélték a második világháborút, de rettenetes szenvedés és veszteségek során, ja, mennyire tudtak ott lenni, ja, és rád figyelni babaként? Nézd, még 4 év ezelőtt végre sikerült elolvasnom anyámnak a naplóját, még mielőtt a németek elfogadták Magyarországot, mielőtt a komoly zsidőzetés már kezdődött a Holtiék alatt is. Amit Orbán barátok nem akarjanak beismerni, de így volt. Igen, most van egy Horthy kultusz. Esélyetem tulajdonképpen, hogy mit dicsőtek a Horthynak, mit tett a Horthy Magyarországnak. Belesodolta őket ebbe a keserves háborúba, több százezer magyar fiú meghalt a Donkanyarba, mit dicsőtünk itt annyira? Az ország elvesztette nagy részeit. Mi ebbe a nagy nagyság? Mit ünnepelnek ebbe az emberbe? Na jó, ez más kérdés. Fontos kérdés amúgy, hogy mit kezdünk a múltunkkal. Ja. Szóval visszatérve a naplóra. Ja, amikor 2 éves, 2 hetes voltam, még mielőtt a náci megszállás megtörtént, az anyám írta, hogy a naplójába, hogy most szakad a szíve miattam, mert már másfél órája sírok és rimánkodok, követelem, hogy szoptasson, de ő nem engedheti ezt meg magának, mert megírta az orvosnak, hogy csak 4 óránként szoptat. Igen, ez volt a protokoll akkor. Ez volt a protokoll, és sajnos még sokszor most még is. Még ma is halljuk, igen. Az a protokoll. Na most mi az üzenetet, amit a kisbaba kapott akkor, hogy te érzelmét nem számítanak, a szeretet nem megbízható, mert az az ember, aki téged annyira szeret, mint az anyám engem szeretett, végtelenül mégse segít, hagyja, hogy itt egyedül magyarok is sírjak, hát ez maga egy nagy csapás a gyereknek. Uh-huh. Ez maga is egy trauma a gyereknek. Nem kell ehhez háború, nem kell ehhez népültözés, csak azt kérde, hogy az anya megtagadja a saját ösztönyeit. Uh-huh. Az anyának minden ösztöne kívánta és követelte, hogy felvegye, felvegye engem, de engedelmeskedett az orvost parancsoknak, uh-huh, és nem lett fel. Tehát az a kérdés például, ebben én azt hallom, azt is hallom, hogy mennyire vagyunk képesek, és mennyire merünk hallgatni az ösztöneinkre, a belső hangunkra. Ja, és ebben a világban sokszor nem hallgatunk az ösztöneinkre. Például tegnap este a könyvbemutatón ott volt 800 valami ember, megkérdeztem tőlük, hogy volt-e valaha, hogy volt egy komoly, erős zsigerézésed valamivel kapcsolatban, és nem hallgattál rá, nem figyelted, és úgy tudod, megbántad. Uh-huh. Hát persze majdnem mindenki. Mindenki föltette a kezét, láttam, igen. Ja. Ami azt jelenti, hogy de persze, amit mondtam, nem találsz egy napos gyereket, egy újszületet, aki megtagadja a zsigerézését. Uh-huh. Mert mi úgy születtünk, hogy megmondjuk az érzéseink, az ösztöneink, és figyelünk rá, meg kell figyelni rá, mert ez szükség volt ahhoz, hogy mint egy emberi faj kifejlődjünk, mint akármelyik állat. Képzeld el, hogyha egy állat a vadonba nem figyel a zsigerizéséhez, mennyi ideig fog élni. Tehát így születünk, összekapcsolva saját magunkhoz, de valahogy a gyerekkorunkban kikapcsolódunk saját magunktól, megtanuljuk, hogy veszélyes a zsigerizésére odafigyelni. És letagadjuk az ösztönyeinket. Uh-huh. Tehát a mai világnak a hamissága, és mondjuk a
amikor a normálisnak a mitoszáról beszélek, épp arról beszélek, hogy elképzeljük, beképzeljük magunknak, hogy a mai világunk nem csak, hogy normális, hanem hogy ez a normális ezúttal természetes és egészséges is. Én azt állítom, hogy ami most normális, az egészségtelen és természetellenes, éppen azért, mert eltávolítjuk magunkat a zsigerizéseinktől, a saját magunktól. De ezt teszi a trauma, ugye ez a műveidben folyamatosan jelen van, ez a szétkapcsolódás maga az, amiről beszélünk. A trauma épp abban áll, hogy az ember elkapcsolódik saját magától. Ez a nagy sebb. És a magyar nyelv, amit mondom tegnap este, nagyon kifejező is ezzel kapcsolatban, mert mikor az egészség szóra gondolsz, rájössz arra, hogy mit mondasz, hogy egészség. Egészség, igen. Ezt eszedbe jut? Hát, ami után mondtad tegnap a bemutatón, azelőtt volt már, hogy eszembe jutott, igen. Csak aztán elfelejtettem, mert az ember használja minden nap, és nem tudatosan használja ezeket a szavakat. Pedig egy nagyon bölcs szó. Igen, egészség. Abszolút. Igen. Mert a trauma éből abból áll, hogy az egészségünk megszakad, és elszakadunk saját magunktól. Tehát az egészség azt jelenti, hogy megint összejövünk. Hát ez lenne a cél, és ugye meg is fogalmazod a könyvednek a második fele, vagy utolsó harmada, az arról szól, hogy mi kellene ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Ja. Annak, hogy, hogy ne higgyük normálisnak azt a betegséget, amiben vagyunk, mert hogy ugye az egyébként elborzaszt azok az adatok, amiket felsorolsz, hogy a fiataloknak a 20%-a szorong. Yeah. Tehát, hogy ez egy epidémia, egy járvány gyakorlatilag, a szorongás és a traumatizáltság állapota. Nézd, én most már októberben vagyunk. Október 23-án lesz a 55-i forradalomnak a évfordulója. Én akkor 12 éves voltam, és akkor úgy nőttem fel, mint egy jó kis koncsi, elhittem az egész, lenyeltem az egész maszlagot, mert és a szüleink és a tanáim persze nem világosítottak fel, mert ez kicsit veszélyes lett volna. Nem mertek, igen. Csak egy különbséggel, hogy egyszer a negyedikes tanárom, azt hiszem Ede bácsi volt a neve, azt mondta, hogy december 21-én vagy 22-én fiúk, mert persze akkor csak fiúk voltak egy osztályban, ma az év legsötétebb napja, és éppen a Sztálinnak a születésnapja is. De azt mondta, nem mondjátok senkinek, hogy ezt mondtam nektek. De hogy megjegyezted, látod? Megjegyeztem, nem is értettem, hogy mit mondod. Aha, de megjegyezted. Na jó, mivel akarok mondani. Aztán hirtelen október 20-án kinyúltak a szemeim. Leesett a hályog a szemem, és láttam, hogy amiben én hittem, mennyire egy hamis világ volt, és mit az igazság. Erre van szükség, tehát le kell esni a hályog a szemeinkről, be kell látnunk ezt a világot, amit mi normálisnak tekintünk, tulajdonképpen egy mérgező világ. Ezzel kell kezdeni a gyógyulásnak, nem csak, hogy mint a társadalmi nívón és a személyes alapon is, hogy azok a hitek, amiben mi belovaltuk saját magunkat, amiben mi meg voltok győződve, hogy ez a valóság és ez az egyetlen lehetőség, ez nem igaz. Mm-hmm. Hát ezzel kell kezdeni. És ez persze legtöbb esetben valamiféle szenvedés okozza ezt a felébredést. Az emberek beszenvednek a valóság, az igazságba. Sajnos így vagyunk. Ezzel kell kezdeni, hogy belássunk, hogy ez nem csak, hogy ami normális, az se természetes, se egészséges, és nem kell így lennie. Uh-huh. És személyesen, se társadalmilag. Mert hogy nem csak a személyes oldaláról írsz te a könyveidben, és ebben az új kötetben sem, hanem arról, hogy ugye nem lehet tehát hogy nem csak a testet a lélektől nem lenne szabad elválasztani, hanem az egyént attól a társadalomtól, vagy attól a környezettől sem, amiben él. Ja, ami persze tudományos alapon, logikus alapon teljesen világos, mert például még a Buddha kimutatta 2500 évvel ezelőtt, hogyha minden össze van kapcsolva mindenhez, és semmi se történik, semmi más, minden nélkül, azt mondta, hogy a sok nélkül nincs az egy, és az egy nélkül nincs a sok. Azt mondja például, hogy megnézzünk
egy levelet a fán, mint ahogy itt utazunk, láttuk a zöld leveleket. Abba a levélben ott van a nap, a napsütés, ott van a föld, ott van persze a víz, minden benne van, mindannyian így vagyunk. Mint emberek, a földből jövünk, a vízből élünk, a víz a 90%-unk víz, vagy 98%-unk víz. Tehát nem egyedül vagyunk, és persze másoktól sem vagyunk egyedül kikapcsolva, hanem nagyon befolyásoljuk egymásnak a érzelmi életét és a fizikai életét is. Tehát az egészséget nem tudjuk egyéni alapon megérteni, hanem csak hogyha a közösséget látjuk. Most nem tudom nem észrevenni, hogy te október 5-én, most ugye 7-én beszélgetünk, te 5-én érkeztél Magyarországra, jól emlékszem. Pont aznap, és bent laksz a parlamenttől nem messze. Pont aznap tüntetés volt ott, ahova érkeztél. Igen, emlékeztetett 56-ra. Tényleg? Nagyon sokan voltak. Eszembe jutott, mert éppen arról a Bem József szobra körül kezdődött az 56-ból a diák tüntetések. Ott közel a Dunához, azt hiszem, a parlamenthez közel, és ott voltak a tanártüntetés aznap este, amikor megérkeztem. Igen, és itt is nagyon sok gyerek volt, igen. Nagyon sok fiatal volt. Mit érzel, vagy nem tudom, mennyire követette a magyar közéletet, az, hogy itt mi történik, hogy itt hogyan, milyen problémáink vannak, és arra milyen válaszokat adunk? Nézd, én nem tudom, amit képviselem, mint egy valamiféle szakember magyar politikáról, vagy magyar társadalomról, mert nagyon távolról nézem a dolgot. Igen. Azért kérdezem, hogy mennyit látsz és érzékelsz belőle. Nézd, azt látom, hogy az itteni most vezetőséget az észak-amerikai és az európai jobb oldal nagyon dicsőíti, ami szerintem egy veszélyt jelent. És megint mondom, hogy maga az a horticultus mire mutat, hogy az ország vezetőség inkább a múltra néz, hát hogy a jövőre nézzen. És mit ért el Magyarország a múltba azzal, hogy a nagy múltját keresi a jövőbe, csak mindig bajba került. Ez a történelmi tanulmány szerintem. Tehát én aggódok az ország miatt, hogy milyen irányba megy mostan. És az egyetlen, és látom, hogy mennyien hagyják el az országot. És hát pont ez a korosztály, akik kint voltak az utcán, amikor érkeztél. Ja, főleg a fiatalok nagyon. Sokan gondolkoznak azon, hogy ne itthon tanuljanak tovább. Persze én nem ismerek mindenkit Magyarországon, és azokat, akik például a mostani kormányra szavaztak, azokat általában nem ismerem. Uh-huh. A vidéken élő embereket. De sokan a fővárosban azt mondják nekem, hogy ez már nem az ő országuk. Uh-huh. Ez az álláspontjuk, hát ez egy ilyen elkeseredés. Ja, a Hősök terén vagyunk. Igen, körbeviszlek egy kicsit Budapesten körbe, hogy... Ja. Emeltünk a Hungária körútra, ott laktam. Hungária körútra, persze. Ja. Csak nem szabad elkésnünk, mert a rendezvényre visznek. Ja. Igazából az érdekel, hogy mennyire érint meg téged érzelmileg. Tehát az érzelmeidet mennyire érinti meg az, amit látsz itthon, amit látsz azzal, hogy mert ugye mondod, hogy nem örülsz neki, amerre megy az ország. A mostani irányban nem örülök nekem. És hogy szerinted minek köszönhető ez? Mert azt írod munkáidban, hogy megmondtad is, hogy Magyarország egy traumatizált ország, történelmileg. Ja. Hogy mi köze lehet ennek ahhoz, ami most van? Vagy hogy tudnánk gyógyulni? A traumatizált emberek mindig félnek a világtól. Uh-huh. És akkor könnyű őket megijeszteni, könnyű nekik jelenségét kimutatni. Uh-huh. Ahogy látom, mostani itteni kormány abból él, hogy ijeszgeti az embereket az idegenektől, hogy jönnek a fekete, hogy színes hordák elsöpörjék Európát, és mi vagyunk a tradicionális védelmei az európai kereszténységnek, a civilizációnak. Ez egy régi mese.
és a félelemből ered. Persze a politikusok nem csak itt Magyarországon, hanem általában a világ szerte a félelemből élnek, attól félnek, hogy megfélemlítik a lakosságot az elképzelt ellenségekkel, és akkor mi vagyunk a védőjük, és majd mi megóvjuk a biztonságodat. Az emberek, a traumatizált emberek, mondom, félelemből élnek, és nagyon könnyű kizsákmányolni az ő félmeiket azzal, hogy azok, akik hatalomban vannak, hatalomban maradjanak. Ez nem egy magyar tünemény, ez világszerte így van, akár Izraelben, akár Amerikában, majdnem mindenütt, Nyugat-Európában, stb. Hát ezt látom világszerte. Magyarország persze egy kis ország, ami tényleg sokat szenvedett, történelmileg alig volt 10-20 év függetlenségünk az utolsó 100 év alatt. Tehát itt még könnyebb megijeszteni az embereket, mint másod. Azon gondolkozom, hogy amit írsz a könyvedben is, hogy a traumatudatosság, illetve egy traumatudatos társadalom, yeah, oktatás, yeah, orvoslás, igazságszolgáltatás, politikai döntéshozatal, hogy ez hogyan működne egy ideális világban, illetve hogyan tudna segíteni rajtunk, akár magyarokon, akár másokon. Nagyon örülök, hogy magyarul megjelent a könyvem, és ez volt az első nem angol nyelv, ahol könyvem megjelent, de meg fog jelenni 24 másik nyelven is, tehát, és ez már Amerikában és Kanadában is egy bestseller a könyv. Tehát nem magyaroknak írtam a könyvet, tehát ez világszerte, a körülmények ugyanazok. Nézd, kezdjük azzal az orvostannal, ami persze hozzám legközelebb áll. Igen. Az azt jelenti, hogyha elmenni egy orvossal, egy bőrgyulladással, vagy egy ideg rendszer gyulladással, mint a szklerózis multiplex, vagy egy autoimmun betegséggel, egy reumatikus gyulladással, nem csak a... megnyújtanak persze a fizikai kezelést, amire szükséged van, de akkor meg is beszélnek veled, hogy mint a Soma Weiss mondta, nem csak fizikai részére számít a dolgnak, hanem a lelki érzelmi része is. Beszéljük meg, hogy milyen stressz alatt élsz, milyen traumát hordozol, amit még benned, amit még nem dolgoztál ki, és hogy tudnánk segíteni a lelki életedet is egyensúlyba hozni, hogy a fizikai részed ne szenvedjen sokat. Ezt jelenteni az orvostanban, ami nagy szó lenne, és szerintem, és bizonyíték szerint is, nem bizonyíték, hanem ja, igen, a tudományos bizonyíték igen szerint ez nagy sok gyógyulást nyújtana. Bocsánat, hogy szabadat ne feled, csak hogy a Hungária körút melyik oldalán laktatok? Arra? A 196B. 196B. Ami szerintem nem arra tudom, mennyi időnk van. Szerintem arra felé van. Jó, akkor még elkanyarodok arra, aztán gyorsan utána elviszlek, mert hogy nem késetek el veled, mert megharagszom. A Bethesda kórház befelé volt. Aha, jó, igen, az 134. Elmegyünk akkor balra, aztán... Vagy nem tudom. Vagy sikerül, vagy nem. De akár, amikor ide jövök, oda elzárnak. Oda elmész. Zerrandeakolok. És megnézem a balkonit. Az erkélyt? Az erkélyt, ahol laktunk. Most már itt valamiféle íródó van ott. Szóval, hogy amikor egy bőrgyógyászati ott tartottunk, hogy amikor egy bőrgyógyászati problémával orvosnál vagy, akkor vagy ideggyógyászati problémával kérdezzenek. Vagy ízületi problémával nem csak a dolognak a fizikai részével foglalkoznának, hanem a lelki érzelmi részével is, ami szerintem nagy segítséget nyújtana a gyógyuláshoz, kivétel, illetve vita nélkül. Persze, hogyha ezt az orvosok belátnák, de sajnos annak dacára, hogy olyan sok tudományos kutatás kimutatja a trauma és a fizikai, illetve lelki betegség között a kapcsolatot, az orvosok erről sose hallnak semmit. A orvosi iskolákban se itt, se ott. Hát és nincs idejük sem, mert hogyha a 7 perces vizitek világában, arra nincs idő, hogy végig, ugye a rendszer, vagy ez nem a rendszer hibája ez? Nem csak, az igaz, orvosok sok szállat dolgoznak, de én is családi orvos voltam, és nem arról volt szó, hogy én lennék mindenkinek a lelkésze, vagy a lelki gyógyítója, de legalább felvettem a kérdést, hogy na most jó, most megkezeljük a fizikai része dolgoknak, amikor már jobban érzed magad, jöjjön vissza, és beszéljük meg,
legalábbis beszéljünk, vessük fel a dolgoknak a lelki részét is, és akkor találjunk önnek olyan segítséget, ahol ezt majd meg komolyabban meg tudja beszélni, és ezzel komolyabban foglalkozni tud. Tehát ezt az orvosok meg tudnak tenni. Azt hiszem, majdnem itt is vagyunk. Igen, a másik oldalon van. A másik oldalon van. Éppen pontosan itt ez volt a reházunk. Na tessék. És akkor most gyorsan meg fogok próbálni. Valahogy visszakeveredni. Milyen érzés látni a házat? Mi kavarog ilyenkor? Nézd, akármikor jövök ide, egyre inkább. Sok éven keresztül van egy ilyen tündéri álom volt, hogy lássam valaha a házat, ahol felnőttem. Ez egy ilyen rejtélyes, mesés elképzelésem volt vele kapcsolatban. Itt van a hullámvonat. Ez a Vidámparknak, a régi Vidámparknak a hullámvasút. Éli jártunk gyerekkorunkban. Mi is. Most már csak egy házat látok, tudod? Most már nem annyira varázsos a dolog. De évtizedeken keresztül csak elképzelni tudtam, nem tudtam megküzdeni fizikailag, mert nem jöttem ide. Tehát most már kicsit hozzá vagyok szokva, de még mindig ide vonsz mindig, hogy ide jöjjek, legalább egyszer. Na, akkor most megvolt. Most megvolt, köszönöm. Megvolt, nagyon szívesen. A feleségem egész más. A feleségem el tud sétálni az otthonunktól minden házba, ahol lakott egész gyerekkorában és fiatalkorában. Nekem csak évtizedekkel elképzelésbe tudtam látogatni. Az, hogy ebből az egész trauma tudatosságból, illetve a trauma kutatásból, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, és most már hétköznapi emberek is. Ez egy olyan szó, amit most már hétköznap is használunk, az más kérdés, hogy sokszor rosszul. Vagy nem az orvosi értelmébe vett véve, de, vagy pszichológiai értelme véve, de akkor is elkezdtünk erre ránézni. Hogy azért az nagyon érdekes, mert hogy azt, ugye, te 30-40 éve foglalkozol ezzel a témával, és ahogy a Paja Bea, aki a műsorvezetője volt a tegnapi könyvemutatódnak mondta, az első Magyarországon megjelent könyvednek a bemutatóján 40-en voltak. Most meg 800-an, és még több ezren nézték online, köztük én is. Szóval, hogy itt azért valami mégiscsak történik. Amitől ez a téma, ezzel elkezdtünk foglalkozni, tehát azért kell, hogy optimizmus legyen benned. Jön a változás, legalábbis lassanként, de jön, nézd, de ez nem csak rólam van szó, hanem általában az emberek többet foglalkoznak ezzel a tévámmal, éppen azért, mert belátják, hogy valamit nem stimmel. Tehát, amikor az első könyvben megjelent ami magyarul szétszólt elmék néven címen jelent meg, de a Kanadában 1999-ben jelent meg, mikor Torontóba utaztam a könyv bemutatóra, pontosan hatan jelentek meg. Hatan? És kettőjük gyerekkori barátom volt. Éppen magyar immigránsok voltak. A Héti Gabi és a Bing Judga. A másik négy idegen volt. Most, mikor ott vagyok Torontóban, persze sok több százak és ezerek is jönnek. Tehát az azt jelenti, hogy változik a világ. Amerikában az egyik legbestseller, már 4-5 év óta egy barátom és kollégámnak a könyve, a Bessel van der Kolk, aki egy pszichiáter, traumával foglalkozik, sőt valószínűleg a világnak a legvezetőbb trauma szakembere. Nem tudom, magyarul megjelent a könyve, angolul az a cím, hogy The Body Keeps the Score. És ez a New York Times-ban már évek óta egy bestseller. És ez mit mutat? Azt mutatja, hogy ez a téma már nagyon aktuális az embereknek, és izgatja az embereket, mert szükséges van, hogy rájöjjünk arra, hogy dolgok nem helyesek, és hogy szenvedünk, és hogy meg kell érdenünk, hogy miért szenvedünk. És ennek a szenvedésnek persze a alapvető forrása a trauma. Tehát én mondjuk ennek a mozgalomnak egyik képviselője vagyok, de nem egyedül. Szóval akkor van esélyünk a gyógyulásra. De hogy elég-e az, hogy az egyes emberek elkezdenek magukkal foglalkozni, vagy kell-e az, hogy ehhez, hát ez egy álnaív kérdés, mert kell, te is írod, hogy nem elég az, hogy csak mi foglalkozzunk ezzel, hát rendszer szinten kellene változtatni. Az igaz, de igen, ez egy igaz, de emellett mindannyian csak azt tudjuk tenni, amit meg tudunk tenni. Tehát nagy igazság. Akár én abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy elértem azt a pontot, hogy elég sokan hallgatnak rám, és érdeklődnek, mondani olyan vannak, de persze nekem is egy folyamatos, egy folyamat az, hogy a saját gyógyulásomon dolgozzak, ez életem végéig így fog menni, és amellett, amire csak tudom, befolyásolom a társadalmat is, illetve a közösséget is, és mindenkinek így kell lennie, hogy amíg megvan a tehetsége, a lehetősége, a kapacitása, dolgozzon saját megét magán, és nyújtson valamit a közösségnek is, amennyire csak tudja, másképpen nem is lehet. És amint egy bizonyos rabbi mondta 100 évvel a Jézus előtt, hogy azt mondja, hogy the task is not yours to finish, but neither are you free not to take part in it, ami azt jelenti, hogy a munka nem a tiéd, hogy befejezed, de bármint a világ gyógyításának a munkája nem a tiéd, hogy befejezed, de mégis részt kell venned. Aha, de nem a te dolgod, de részt kell, az a dolgod, hogy részt vegyél benne. Yeah. És azt mondta, és ha nem most, akkor mikor? Így fejezte be. Hát ez, na, hát akkor így emberek. Ez még mindig így van. 2000 évvel később még mindig így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Valami habzsolás, az élet értelme, az igazság, tehát olyan nagy kérdések izgattak, nagyon magányosan, mert közben egy balerinába bújva kellett mindezt, ezt a tudást. Engem, hogy őszinte legyek, nagyon sok esetben szórakoztat a Jordán Adél. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájára.